Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi asztrológiai előrejelzés a védikus asztrológia szerint. A mai napon fél hold van, és az utal a belső feszültségekre. Hiányzik a levegő eleme, a könnyűség, a játszadozás és a kommunikáció. Mi várható az egyes jegyeknél? A védikus vagy indiai asztrológia az másképp számítja ki a horoszkópot, hiszen figyelembe veszi azt, hogy a tavaszi pont elcsúszik. Így ez azt jelenti, hogy ha te úgy gondolod, vagy úgy tudod, hogy ebben vagy abban a jegyben születtél a mi asztrológiánk szerint, akkor elképzelhető az, hogy az indiai számítás szerint egy másik jegyben van a napod, mert körülbelül 23 fokot kell visszaszámítani. Itt a videó felvétel alatt ott van egy tabella, ahol megnézheted azt, hogy hol áll a napod az indiai számítás szerint. Én indítanék a Kos jegyével. A Kos jegyében mozog Uránusz bolygó. Ezáltal lesznek változások, meglepetések, vagy egy új kezdet. Hamarosan lesz egy fontos beszélgetés, vagy egy hír. A Bika jegyében mozog jelenleg a felfele mozgó kármikus csomó Ráhú, ami utal egy új irányra, egy új életterületre, változásokra. Mars bolygó kihat most a Bika jegyére nem azért, mert itt mozog, hanem Mars bolygó küld kívülről energiát a Bika jegyének, és ez lehet az életerő, tehát kívülről jön, hogy valaki segít és erősít téged, vagy lehet egy férfi, aki most közeledik hozzád. Az ikrek jegyében nem mozog bolygó, viszont a hold küld kívülről energiát, tehát érezhető a hold energiája, az lehet az édesanya, anyai témák, vagy kihat az érzelmekre, és itt az ikrek jegyében fontos a könnyűség, valamit lezárni, fellélegezni. A rák jegye az szimbolizálja a családot, az otthont, és ez az otthon lehet egy belső otthon is, amit meglátogathatsz, ha meditálsz valami felett, és ez adja belső erőt, vagy megvan akkor a kapcsolat, a belső hangod, az intuíciód. Itt a rák jegyében nem mozog bolygó, viszont Mars, Vénusz és Szaturnusz bolygó energiát küld a rák jegyének. Mars, Vénusz bolygónál szerelemről van szó, és Szaturnusz bolygó kihat a sors utakra. Az oroszlán jegyében most nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó energiát küld az oroszlán jegyének. Ez szerencsét hozhat, vagy lehet egy bírósági ügy, ahol most tisztázódik valami. A szűz jegyében nem mozog bolygó, viszont a nap és a Merkur bolygó kívülről energiát sugároz a szűz jegyének, tehát mások befolyásolnak most téged. A napnál tisztázódik valami, és Merkur bolygó utal a kommunikációra. A mérleg jegyében sincs mozgás, viszont Szaturnusz bolygó, Jupiter bolygó és Mars bolygó küld energiát a mérleg jegyének. Mars bolygónál életerőről van szó, hogy valaki segít neked, hogy meglegyen ez az erő és a bátorság, de lehet egy férfi közeledése is.
Jupiter bolygó szerencsét hoz, lehetőségeket, vagy előfordulhat az, hogy van itt egy bírósági ügy, és most előre mennek a dolgok. És Szaturnusz bolygó kihat a sors utadra, a sors utadokra. A Szkorpión jegyében mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, tehát a Szkorpión jegyénél vannak kármikus témák, itt a múltról van szó, az emlékekről. A nyilas jegyében van az indiai számítás szerint a hold. Itt fontos egy irány, hiszen a nyilas jegyében van egy nyíl, és mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. Spirituálisan itt vannak a vágyak, a remények, az elképzelések, és ebbe az irányba kellene tekinteni, különösen a nyilas jegyében születetteknél. A bak jegyében van Mars, Vénusz, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. Mars bolygó jelentheti a te erődet, de lehet egy férfi is. Vénusz bolygónál lehet egy kreatív tevékenység, de utal a nőies energiára is. És ha itt Mars-Vénusz találkozik, akkor itt szerelemről van szó. Szaturnusz bolygó kihat a sors útra, itt vannak sors döntő találkozások, vagy döntések, és Plutó bolygó jelenti a te belső hitedet, belső erődet, de szexuális témákat is. A vízöntő jegyében van Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Neptun bolygó mutatja az álmokat, a reményeket. Ha hiszel ebben, akkor ez megvalósulhat. Ha nem hiszel ebben, akkor Neptun bolygó bizony csalódásokhoz vezethet. De megvan a remény, megvan a lehetőség, hiszen Jupiter bolygó szintén itt van a vízöntő jegyében, ami szerencsét hoz. A vízöntő jegye szintén kap energiát kívülről, mégpedig Mars bolygótól, ami utal az erőre, hogy valaki segít neked, megvan akkor az élet erőd, a bátorságod, de lehet ez egy férfinak a közeledése is. A halak jegyében van a Nap és Merkur bolygó. A nap utal a havi témára, és itt a halak jegyéről van szó, tehát érzelmekről, hogy a pozitív érzelmeket éljük, és meglegyen a hit, a remény, a szeretet. És itt van Merkur bolygó, ami utal tanulásra, továbbképzésre, cselekvésekre, vagy kommunikációra, tehát egy fontos hír várható. Szaturnusz bolygó energiát küld most a halak jegyének, és befolyásolja a sors utat. De ezek nem egyéni döntések, hanem ez kívülről jön, és akkor itt lehetnek sorsdöntő változások a halak jegyében születetteknél. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!